Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hármas kapcsolat jóslás. Ez a jóslás akkor aktuális, ha van egy harmadik személy a háttérben. Például, ha te egy hölgy vagy, van egy lelki társad, és az ő életében van még egy kapcsolat, vagy a volt társnője még játszik egy szerepet. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam az 4000 forint, védikus asztrológiával együtt, ahol összehasonlítom mindhármótok horoszkópját, akkor a díjam az 10000 forint. Először is megnézzük a hölgy gondolatait. A férfiak azok persze akkor másképp kell, hogy tekintsék ezt a jóslást. Én úgy beszélek, minthogyha egy hölgy kérné ezt a hármas kapcsolat jóslást, és egy másik hölgy van a háttérben. Tehát először is megnézzük ennek a nőnek a gondolatait, ami itt látható, a csillagok. A csillagok szerencsét hoznak. Ő úgy gondolja, hogy közte és a lelki társad között megvannak a remények, és lesz egy szerencsés fordulat. A hölgy érzelmei mit érez a lelki társad iránt, hogy éli át ezt a párkapcsolatot? Itt látható a torony. Vagy vállófélben vannak, vagy ez a nő benne van a toronyban, egy szűkös helyzetben, nem érzi jól magát, és ki akar lépni ebből a párkapcsolatból, de valahogy mégis ragaszkodik hozzá, mutatják itt a csillagok. Lehet, hogy az anyagi helyzet, a biztonság érzete, vagy a család, vagy olyan gondolatok, hogyha ő eltávolodik tőle, akkor mások mit mondanak? Mit fog tenni ez a nő? Itt újra a csillagok láthatóak, hasonlóan, mint a gondolataiban, hogy úgy érzi, úgy gondolja, hogy lesz egy szerencsés fordulat, és az ő lépései, hogy majd a sors ezt elintézi magától. Lehet, hogy megismerkedik valaki mással, és akkor kilép a toronyból. Most megnézzük a lelki társadat. Mit gondol erről a nőről? Itt a gólya jelenti a változásokat. Vagy úgy gondolja, hogy a hölgy megváltozott, vagy ő szeretne változásokat, és ő szeretne kilépni ebből a kapcsolatból. A gólya gyakran jelent költözködést, hogy ezek a gondolatai is vannak, ez is foglalkoztatja őt. És mit érez a hölgy iránt? Itt a hold jelenthet anyai érzelmeket, vagy azt is jelentheti ez a kép, hogy esténként úgy visszahúzódik, álmodozik rólad, és úgy eltekint, elfordul a hölgy felől. A hangulat az változó, hiszen a hold is változtatja a külsejét, hol teli hold, hol új hold, hol növekvő, hol csökkenő. És mit fog tenni, mármint a lelki társad? Itt a kereszt jelentheti a hitét, lehet egy találkozás is, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy a kereszt jelenti a változásokat, ugyanúgy, mint a gólya, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Mit gondol rólad? Itt van egy lovas férfi. Az jelenteti az ő gondolatait, hogy közeledni akar hozzád, de lehetnek félelmek is,
hogy úgy gondolja, hogy egy másik férfi fog közeledni hozzád, és akkor eltávolodsz tőle. Mit érez irántad? Itt a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, találkozni akar veled, megvan a kisugárzás, megvan a vonzalom kettőtök között. Mit gondolsz erről a párkapcsolatról? Itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, a tiszta gondolatokat, meg érzelmeket, azt is jelentheti, hogy itt majd tisztázódik valami. Van esély arra, hogy együtt légy vele? Itt a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, ezt a transformációt, de azt is jelentheti a kígyó, hogy a nő fog megismerkedni majd valakivel, és ő hoz döntéseket, ott hagyja ezt a férfit. A te érzelmeid, mire kellene odafigyelni? Itt a virágcsokor jelent egy jó hírt, egy kellemes meglepetést, egy ajándékot, de jelenti a te szépségedet is, meg egy szép környezetet, légy ennek tudatában, és itt van a tudás, a tanulás, a nyitottságod is. És hogyan viszonyulj hozzám? Itt az egerek láthatóak. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Vagy félsz attól, hogy elveszíted őt, vagy kimondhatod azt is, ha ő nem közeledik hozzád, és még mindig várakozik, és nem rendezi a dolgokat, akkor te egy új irányba fordulsz, és elveszít téged. A jövőtök, ha te egy hölgy vagy, akkor te jössz itt mozgásba, te irányítod az eseményeket, és lehet, hogy tényleg úgy lesz, hogy megunod előbb-utóbb ezt a helyzetet, és más irányba tekintesz, lesz egy új kapcsolat. De az is előfordulhat, hogy együtt maradtok, hiszen megvan a vonzalom, megvan a remény, megvan az esély arra, hogy együtt legyetek, de te fogod irányítani itt a dolgokat. És ez volt a hármas kapcsolat jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!